Kirkland Greenberg Művészet és Kultúra. Abstrakció, ábrázolás és így tovább. Eredetileg más formában a Yale Egyetem képzőművészeti szakán megtartott Ryerson előadás 1954. május 12. Hajlamosok vagyunk úgy gondolni, hogy az ábrázolás magasabb rendű a nem ábrázoláshoz képest. Hogy minden más dolog egyezése esetén a festmény vagy szobor, amelyik felismerhető képet is megjelenít, mindig előrébb valóbb annál, amelyik nem teszi ezt. Az absztrakt művészet a kulturális, sőt az erkölcsi hanyatlás tünetének tekintik, a természethez való visszatérés iránti remény pedig magától értetődő azok számára, akik ezt az egészséges állapothoz való visszatérésként értelmezik. Még az absztrakt művészet néhány apologétája is többé-kevésbé elfogadja a nem ábrázoló jellegű művészet alacsonyabb rendű voltát, mikor azzal védelmezi az abstrakciót, hogy a széthullás korszakának szükségképpen a széthullás művészetének kell létrehoznia. Más apologétái pedig, akik helyesen vagy helytelenül, de azt állítják, hogy az absztrakt művészet soha nem teljesen absztrakt, lényegében szintén ugyanezt fogadják el. Egy tévedésre pedig általában egy újabb tévedés a válasz. Így járnak-e az absztrakt művészet fanatikusai, akik csupán megfordítják az érvelést, és az ábrázoló jellegű művészetnek tulajdonított abszolút lényegi és magasabb értéket a nem ábrázoló jellegű művészetnek osztják ki. A művészet szigorúan tapasztalat kérdése, nem pedig elveké, és ami a művészetben mindenek fölött számít, az a minőség. Minden egyéb dolog másodlagos ehhez képest. Még senkinek sem sikerül kimutatnia, hogy az ábrázolás mint olyan bármit is hozzátesz, vagy elveszed egy festmény vagy szobor értékéhez. A felismerhető kép meglétének vagy hiányának nincs több köze egy mű értékéhez a festészetben vagy szobrászatban, mint amennyi köze van a zene értékéhez, a libretto meglétének vagy hiányának. Önmagában véve egy alkotás egyetlen eleme vagy aspektusa szerint határozza meg a mű egészének értékét. Ez a festészetben és a szobrászatban ugyanúgy vonatkozik az ábrázolásra, ahogy a léptékre, a színre, a festék minőségére, a formaalkotásra és így tovább. Tény, hogy a felismerhető kép fogalmi jelentést ad a képhez, de a fogalmi jelentésnek az esztétikai jelentésből való beolvadása nem hat a minőségre. Az, hogy egy kép azonosítható dolgokat nyújt számunkra, ugyanakkor formák és színek együttesének észleletét is, nem jelenti szükségképpen azt, hogy művészetként is többet ad. A több vagy kevesebb a művészetben nem attól függ, hogy hányféle jelentés van benne, hanem hogy azok jelenléte, akár kevés, akár sokan belőlük, mennyire intenzív és mély. És nem tudjuk megmondani az esemény előtt, a műalkotás megtapasztalása előtt, hogy a fogalmi jelentés vagy egyéb más tényező jelenléte vagy hiánya növelni vagy csökkenteni fogja el annak esztétikai jelentését. Az, hogy az isteni színjátéknak allegorikus, analogikus és szó szerint értelme is van, nem teszi hatásos az irodalmi alkotása az Iliásznál, melyben tulajdonképpen mi csak szó szerint értelmet találunk. Úgyhogy az, hogy Picasso Guernicájában egy történelmi esemény explicit kommentárja van, nem teszi szükségképpen jobb vagy gazdagabb alkotásán Mondriánnak egy teljesen nem objektív festményénél. Ha úgy gondoljuk, hogy egyik fajta művészet minden körülmények között magasabb rendű vagy alacsonyabb rendű egy másik fajta művészetnél, akkor a tapasztalatot megelőzően ítélkezünk. És a művészet egész története ott van, hogy demonstrálhassuk az előre kijelölt preferenciák hiába valóságát, hogy lehetett előre jelezni az esztétikai tapasztalat kimenetelét, a kritikus kétkedése, hogy az absztrakt művészet valahogy képes lesz egy puszta dekoritáson túllépni, ugyanazon a bizonytalan alapon nyugszik, mint amelyre Joshua Reynolds utasította vissza annak valószínűségét, hogy a tiszta tárképes... hogy a tiszta tájképfestészet valaha is képes lesz olyan nemes alkotások létrehozására, mint amelyenek Raffaello munkái. Az ambiciózus nagy festészet és szobrászat ugyanúgy működik napjainkban is, mint régen. Szakít az arra vonatkozó rögzített fogalmakkal, hogy a művészetben mi lehetséges és mi nem.
A Picasso, vagy akár Mondrian bizonyos munkái érdemesek arra, hogy festményeknek tekintsük őket, illetve González és Pestner munkái a szobor minősítésre. Ez azért van így, mert mi mai tapasztalatunk ezt mondatja velünk. És nekünk sincs több okunk saját tapasztalatunk érvényességében kételkedni, mint amennyi Tiziano kortársainak volt. Ezen a ponton azonban úgy érzem ellentmondatot magamnak, és kissé veszélyes módon úgy beszéltek, ahogy azt másoktól imént megtagadtam. De amit mondani fogok, azt csupán az általam megismert absztrakt művészetre vonatkozóan fogom mondani, nem az absztrakt művészetről általán. Az önálló festészetet és szobrászatot a dekorációtól megkülönböztetve egészen a legutóbbi időkig teljesen azonosították az ábrázolással, a figurativitással és a leírással. Manapság pedig joggal tehetjük fel a kérdést, hogy a festészet és a szobrászat múltban elért eredményének szemszögéből, vajon az ábrázolás, a figurativitás és leírás kiiktatása nem jár együtt egy bizonyos elszegényedés kockázatával. Ahogy korábban állítottam, a nem ábrázoló jelleg nem szükségszerűen alacsonyabb rendű az ábrázoláshoz képest, de vajon nem nyújt-e mégis túl keveset legalábbis azon örökölt, megszokott automatikus elvárásaink számára, melyekkel egy olyan tárgyhoz közelítünk, mely a társadalmunk közmegegyezéssel festménynek vagy szobornak nevez. Nem lehetséges el, hogy még a legjobb abszolút festmény és éppen emiatt a néminek kielégítetlenül hagy minket. A tapasztalat és a tapasztalat és csak a tapasztalat mondhatja velem, hogy az elmúlt években az ábrázoló jellegű festészet és szobrászat ritkán ért el több eredményt gyenge minőségi munkáknál, és a magasabb minőség egyre inkább az absztrakt munkák irányába mozdult el. Nem állítom, hogy a legtöbb absztrakt alkotás nagyszerű. Ellenkezőleg. A legtöbbje rossz. De ez nem akadálya annak, hogy a legjobb absztrakt munkák egyben korunk legjobb művei is legyenek. És ha az abstrakció valóban elszegényítést eredményez, akkor ez az elszegényítés manapság nélkülözhetetlenné vált az igazán fontos művekhez. Másrészt nem lehetségesebb, hogy az absztrakt művészetre szenvedi elégedetlenségünk forrása, amennyiben ez valóban elégedetlenség, nem annyira az ábrázolás iránt érzett nosztalgiánkban rejlik, sokkal inkább abban a viszonylag egyszerű tényben, hogy nem tudjuk elérni a múltbeli színvonalat, akármit csinálunk a festészetben vagy a szobrászatban. Nem lehetséges, hogy a művészet általában hanyatlik. De ha így van, akkor az absztrakt művészet dogmatikus ellenfeleinek csak véletlenül lenne igazuk, és csupán empirikusan, nem elvi, vagy teoretikus alapok. Nem azért lenne igazuk, mert a művészetben az abstrakció mindig a hanyatlás tünete lenne, hanem egyszerűen azért, mert a művészettörténetnek ebben a pillanatában a hanyatlás éppen az abstrakcióval jár együtt, és így csupán erre a pillanatra vonatkozóan lenne igazuk. A válasz azonban ennél talán egyszerűbb, és ugyanakkor bonyolultabb is. Lehetséges, hogy még nem látjuk a teljesen saját korunk művészetét. Lehetséges, hogy az absztrakt festészettel szemben érzett elégedetlenségünk valódi és alapvető forrása azonban a szokatlan problémákba rejlik, amit az új nyelv vett fel. Giottótól Courbet-ig a festők elsődleges feladata az lett, hogy egy háromdimenziós tér illúziát teremtsék meg egy sík felületen. Ezen a felszínen úgy lehetett átnézni, ahogy egy színpadot lehet nézni a proszcénémon keresztül. A modernizmus a színpadot egyre sekélyebbé és sekélyebbé tette, míg mára a háttér azonossá vált a függönnyel, és ez minden, ami megmaradt a festőknek munkafelületként. Nem számít, milyen gazdagon és változatosan töltik be, vagy erőzik ezt a függönyt, és akár továbbra is felismerhető képeket rajzolnak rá, mi mégis bizonyos veszteséget érzünk. Nem annyira a képek eltorzítását vagy hiányát kifogásoljuk ebben a függönyfestésben, hanem inkább azoknak a térbeli törvényeknek a határon kívül helyezését, melyeknek a képek valaha engedelmeskedtek, amikor még a festő kötelessége egy ugyanolyan tér illúziójának megteremtése volt, mint amelyikben testünk mozog. Ez a térillúzió, vagy inkább ennek érzete az, amit inkább jobban hiányolunk, mint azokat a képeket, melyek ezt a teret valaha betöltötték. A kép mostanára annak a térnek a részére állt, amelyhez saját testünk tartozik. Többé már nem ugyanezen tér képzelbeli megfelelőjére közvetítője. A festészeti tér elvesztette belsejét, és minden súly külsővé vált. A néző már nem tud belemenekülni abba a térbe, abból, amelyben áll. Vagy ebbe a térbe, abból, amelyben áll. Ha ez a tér egyáltalán becsapja a szemet, akkor azt inkább optikai, mint festészeti eszközöket teszi, a színek és formák kapcsolatával, melyek jó részt meg vannak fosztva a leíró konnotációktól és gyakran olyan eljárásokkal, melyek révén a fent és a lent, az előtér és a háttér felcserélhetővé válnak.
Az absztrakt művészet nem csak szűkebb fizikai jellegű és kevésbé kényszeretbeli tapasztalatot nyújt az illuzionisztikus festményekhez képest, hanem mintha ezt az ábrázoló festések nyelvének főnemei és tárgyas igényéből tenni. A szem nehezen lokalizálja a központi hangsúlyokat, sokkal inkább arra van kényszerítve, hogy az egész felület egyetlen differenciálatlan felületként kezelje, ez pedig arra készített minket, hogy közvetlenül érezzük és itt éljük meg a festmény átfogó egységét. Az ábrázoló festészet látszólag, noha csak látszólag, nem szólítja reakcióinkat ilyen szűk területre. Ha igazán gondolom, hogy az absztrakt szobrászat kevesebb ellenállást ütközik, mint az absztrakt festészet, annak okát abba kell keresnünk, hogy a szobrászatnak nem kellett olyan radikálisan változtatnia a maga nyelvén. A szobrászat nyelve, akár absztrakt, akár ábrázoló szobrászatról van szó, háromdimenziós maradt szó szerint. A konstruktivista vagy kvázi konstruktivista szobrászata maga nyitott lineális formáival, az zárt térfogat és a tömeg elutasításával megzavarhatja a monolitra hangolt szemeinket, de nem követeli meg újra fókuszálásokat. Vissza kell sírnunk a háromdimenziós tér illúzióját festésedre? Talán nem. Lehetséges, hogy a jövő művőtői a festészet szó szerinti fajtáját részesítik majd előnyben. Talán azt is gondolhatják majd, hogy a régi mesterek nem feleltek meg a fizikai jelenlét és a testiség elvárásainak. Az ízlésnek korábban is voltak ilyen távfordulásai. Elképzelhető, hogy a jövő művőtői nálunk sokkal érzékenyebbek lesznek a szó szerint képzeletbeli dimenzióira és felhangjaira, és a színek és formák konkrét kapcsolatait az emberhez közelebb áramlanak találják majd, mint a régi illuzionisztikus művészet képen kívüli referenciáit. Az illuzionisztikus művészet talán egészen más módon fogják értelmezni, mint amit teszik. Talán a mélység és a térfogat illúziójára úgy tekintenek majd, mint amely elsősorban azért vált esztétikailag érvényessé, mert ezek tették lehetővé és bátorították a művészt arra, hogy a tónusértékeket, az áttetszőség és átláthatóság végtelen finomságait valódi festői identitásokká szervezze. Talán azt mondják majd, hogy azért értenek utánozni a természetet, mert a színek és formák olyan gazdagságát és bonyolultságát kínálta fel, melyet soha egyetlen festő sem találhatott volna ki a művészetében zárva. Ugyanakkor ezek a művészetők talán maguk beszédmódjában a minőség még több aspektusát lesznek képesek megkülönböztetni és megnevezni a régi mesterek munkáiban és az absztrakt művészetben egyaránt. És ha a dolgok így haladnak, talán több közös alapot találnak a régi mesterek és az absztrakt művészetek között, mint amelyik mi képesek vagyunk felismerni. Nem szeretném, ha úgy értenék, hogy azt mondom, hogy felvilágosultan művészet és lényegtelen dolgnak fogja tartani Rembrandtnál a hogyan és a mit kérdését. Hogy kése és stílusában a portrék alanyának orrára és homlokára nem pedig fülére felhűt csík festékréteg az, aminek legtöbb köze van az általán elért esztétikai eredményekhez. De még mindig nem tudjuk megmondani, hogy miért, vagy hogy. Én tulajdonképpen azt remélem, hogy a festészet tisztán absztrakt vagy formai tényezőinek kevésbé értékorientált elfogadása utat fog nyitni az illusztrálás értékének tisztább megértéséhez. Egy olyan érték megértéséhez, amely az én meggyőződésem szerint is vitán felül áll, csak épp itt nem egy olyan értékről van szó, amely minél több, annál jobb. 1954. Makkai beállítva a könyvet szerkesztőtésen is. Nagy rész volt ez a Szervi Tamás.